figyelemfelhívó autós toborzást szervezett a hétvégén a Haza nem eladó mozgalom. Az országban több helyen, így Veszprémben is személygépkocsikkal vonultak fel, és hívták az Úrcsa Budapest felvonulásra a települések lakóit. A devizahitelesek érdekében szervezett akció október 20-án lesz. Elég volt a kifosztásból. Találkozzunk október 20-án Ócsán vagy Budapesten. A veszprémi belvárosban gyülekeztek a tiltakozó autósok, akik rendőrségi biztosítás mellett haladtak végig a Megyeszékhely utcáin. A jövő hétvégi országos akcióra hívták fel a figyelmet. Nem valaki ellen vagyunk, hanem valamiért vagyunk. Így gyakorlatilag szeretném Veszprém lakosságával azt közülni, hogy a devizaadósokat nem kell megmenteni. A devizaadósok nem kérnek állami segítséget, nem kérik a más megszorult embernek a pénzét. A devizahitelesek csak azt kérik, hogy a hatályos törvényeket tartassa be ez a magyar kormány a bankokkal. A főszervező elmondta, a bankok a devizahitelek és eladások során megkárosították az állampolgárokat, ezen változtatni kell. Rendelkezésre devizát nem bocsájtottak, csak forint összeget bocsájtottak rendelkezésre, és most mindenféle manipulatív módon devizát költenek vissza az adósoktól. Embert az emberrel ugrasztanak össze, feszültség alakul ki a lakosság körében, vélték a tiltakozók. Ha a devizából nem történik valami, az ország nem indul el. Nincs vérkeringés, nincs pénz, nincs fizetőképes kereskedés. Itt mindenki mindenkinek tartozik, körbetartozások vannak, és a bankok rögnek. A tiltakozó autósok rendőri kísérettel vonultak végig a városon.